Parádés hangulat és mérhetetlen szeretet jellemezte a Kultik moziban a Wake Up 1230 együttes fellépését. A zenekar a Baksas Hós Attila, Pap Szabi, Beg Zaza, Torma Gábor felállással színesítette az intézmény program sorát. A koncert előtt Simon Horváth Szilvia ezt a törekvést ki is emelte, szerintük nagyon fontos, hogy a moziban a lehető legkülönfélebb közösségek is megtalálják a számukra kedves elfoglaltságokat. Már a nyitáskor is elmondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez egy olyan közösségi tér lenne a mozi, ahol a különféle kultúrák is meg tudják magukat mutatni. Most egy zenei produkciót hoztunk épp ezért a Kultik Dunaújváros színpadára. A zenekar tagjainak már az előbb említett ezer szállal való kötődés mellett azért is volt különleges helyszín Dunaújváros, mert például elképesztően sok zenésztársuk származik innen. Erről már Baksas Hós Attila énekes beszélt. Azért nagyon különleges nekünk itt lennünk Dunaújvárosban és itt koncerteznünk, több okból is, de hát a legfontosabb ok szerintem az, hogy ez a város tulajdonképpen Pécs és Budapest után, meg még sorolhatnék egy párat, nagyon kevesen tudják, hogy mennyire a bölcsője a zenének. Olyan emberek jönnek innen, mint Kis Tibi, vagy Flipper öcsi, de sorolhatnám egyébként a sort Varga Livius, és még lehetne sorolni, hogy milyen szuper arcok jönnek innen a városból, és el is döntöttük, hogy fogunk egy mellszobrot készítetni Franknek itt Dunaújvárosban, hiszen édesanyja is itt lesz, még itt is lakik a mai napig, és Frank ide való. Tehát egy egészen különleges sztori nekünk Dunaújvárosba föllépni. A koncert előtt lehetőségünk volt beszélgetni Torma Gáborral, művész nevén Frankkel, aki máig sem felejtette el a dunaújvárosi gyökereit. A formációval kapcsolatban azt mondta, mindig is egyfajta garázs rock érzése volt ezzel kapcsolatban, amely szintén a helyi élményeket idézte fel számára. A Baksas Hós, Ati, meg én írtunk egy számot még 2014-ben. A Baksas Hós és a Pap Szabi külön írt egy számot 2013-ban, és aztán jött ebből az egészből egy olyan dolog, hogy akkor csináljunk ebből egy zenekart. Tehát itt tök egy ilyen random dolog. És akkor szóltunk a Beg Zazának, aki meg szívesen jött, és nem szívesen jött. És ez egy gyakorlatilag egy ilyen garázs rock. Tehát én mondtam is így a többieknek, hogy ez nekem kicsit olyan, mint a Vasmű melletti garázsban, amikor próbáltunk a többiekkel, és ez kicsit olyan érzésem van ebben ezzel az egészen kapcsolatban. A zenész arról is beszélt, hogy maga a település és annak lelkülete is mély nyomot hagyott benne. Kiemelte, Dunaújvárosnak a rendszerváltás előtt igencsak sajátos hangulata volt. Bár a szegénység mindenütt jelen volt, ezzel együtt őszinte emberi érzelmekkel is találkozott. Igazából minden, amit én most csinálok, vagy amivel foglalkozom itt zenéleg, meg így, annak itt van a gyökere. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te valamilyen fajta, vagy mélyebb zenét csinálj, ahhoz kicsit tudnod kell, hogy mi ez a lepukkantság. Hogyha rock'n'rollt akarsz csinálni, vagy blues, vagy bármilyen zenét, szerintem bármilyen zenét, ahhoz tudnod kell, hogy mi az, hogy nélkülözés, hogy szegénység, hogy lepukkantság. És azért valljuk be itt a 70-es, 80-as évek, a Dunaújvárosban azért nem volt olyan maga nagy gazdagság. Tehát, hogy viszont volt nagyon sok barátság, nagyon sok őszinte kapcsolat, nagyon sok olyan ember közeli dolog, ami manapság már hiányzik. De nem csak Dunaújvárosban, hanem mindenhonnan szerintem. A koncert hatalmas élmény volt a közönség számára. A siker nyomán biztosak lehetünk abban, hogy ehhez hasonló különleges programokból nem lesz hiány a Kultik moziban.